és majd egy kapufával kezdünk, méghozzá egy Ivancsics szabadrugást követően Ignatovics érkezett a hosszú oldalon, rá már nem maradt sem ember, sem figyelem, közvetlen közelről fejelt. Én gyanítom, hogy talán még Rózsa is hozzáérte ez a labdához, de a kapufa egészen biztosan, hiszen végül arról pattant ki a labda a mezőnybe. Az első félidőben Kemeresnek nem volt védeni valója, a Szombathely pedig ebből adódóan kiderülhet, hogy igen, gyenge volt támadásban. A legveszélyesebb még ezt a helyzetet eltekintve, vagy ettől eltekintve Abbas kapás lövése volt, amire később majd még visszatérünk. A második félidőben itt a gól, érdemes nézni, hogy hogyan alakul ki, egy saját térféről elvégzett szabadrugás, egy lekészítés, és Vécsei bevágja a hosszú sarokba. 51. percen át, és megvan a Honvéd vezető gólja. Vécsei, mint akadémista, és a legutóbbi fordulóban is ugye Werner személyében betalált valaki a Magyar Futball Akadémiáról. Saját térféről egyébként szét is tárta a kezét, tehát nem tudta eredetileg, hogy mit kezdjen Ignatovics a labdával, fölívelte, Ivancsics letette, Vécsei meg bevágta, néha a világ legegyszerűbb dolgának tűnik a foci, és nagyszerű volt ez a lövés, Vécsei második gólja ebben a szezonban, és ezzel az összkép szempontjából, 50 perc összképe szempontjából teljesen megérdemelten megszerezte a vezetést a Budapest Honvéd. Ez is kellett ahhoz, hogy az első kapura lövéséig aztán Artner Tamás együttese el tudjon jutni, hiszen ezt követően talán csak egy perccel rögtön neki is volt védeni valója, még az ennél a Simon lövésnél, ami jó 25 méterről érkezett, de bizony befért volna abba a felső sarokba, Kemeres azonban nem fagyott oda a gólvonalra 52,5 perc alatt, és így aztán ezt a lövést hárítani tudta. Először kellett tehát hárítania a Honvéd kapusának. 65. perc, és egy Halmosi bedobásból jön majd az egyenlítőgól. Ugrai már kéri a labdát, Nagy Gergő mellett megigazítja, és ezt figyeljék, hatalmas nagy gól, kifelé csavarodó lövés, Kemenesnek nincs esélye odaérni, és a kapufáról pattan be az ifjú 20-esztendős Ugrai Roland idei első találata, tavaly is egyet szerzett. Az előző fordulóban hatalmas zicsereket hagyott ki, most viszont nem kellett zicser, csak egy jól eleresztett rakéta, és ez tehát a Szombathely egyenlítését jelentette. Ezt követően egy jó 15-20 percen keresztül elég csendesen csordogált a mérkőzés, nem nagyon alakultak ki lehetőségek. A találkozó legvége viszont kimondottan izgalmasan sikerült. Nagyrészt annak köszönhetően, hogy Guzmics ezért a belépőért megkapta a második sárga lapját, és a magyar válogatottban a hét közepén debütáló Szombathelyi védő így aztán lement a pályáról. Innentől kezdve láthatóan, látványosan visszaállt a Szombathely, tehát a Honvédnak azért nem volt könnyű dolga, hogy az ember előnyét valamivel több mint 10 perc alatt, vagy ha hosszabbítást is ide veszük, akkor negyed óra alatt érvényre juttassa, de azért voltak lehetőségek, ebből tudunk most egy párat megmutatni. Például egy kontrából a Szombathelynek Nagy Gábor leszekte a fejét, és gyakorlatilag 70 méteren keresztül vezette a labdát, hogy aztán végül is, bár nem az ő passzából, hanem a lepattanó labdából, de Radónak meglegyen a lehetősége. Radó azonban nem lő, hanem passzol, és Kemeres bele tudott kapni a lövésbe, aztán már Halmosi próbálkozása lejött Hidiről. Itt tehát az egészen visszahúzódva futballozó Szombathelynek megvolt a nagy esélye arra, hogy akár eldöntse a mérkőzést. Ugyanúgy egyébként erre még a Honvédnak is nyílott a hajrában lehetősége, hiszen alaposan odaszorították a szombathelyeket a saját kapujukhoz. Itt minden esetre Kemeresre nagy-nagy szükség volt. 89. perc, Vernes hozta fel a labdát, ő is a végén állt be, és adta oda Lovricsnak. Lovrics pedig átcsavarta a hosszú sarokra, vagy legalábbis a hosszú sarok felé, de Rózsa azt hiszem, hogy érezte, hogy igazából ebből nem lehet gond, eldobta magát a lövés után. Hosszabbítás, első perc, Barát kapja a lefejelt labdát, Vernes próbál valahogyan kapura fordulni, és aztán még Diabinak oda passzírozta a labdát, vagy oda került inkább Diabihoz, de ketten csúsztak oda a csereként beállt Honvéd középpályás elé, és így aztán ebből lehetőség végül is nem alakult ki. Itt két cserejátékos, tehát Vernes és Diaby szerezhetett volna gólt, alig ha nem győztes gól, de nagyon sokan voltak ott a Szombathelyek. Halmosi egyébként nem balhátvédként kezdett, de balhátvédként fejezte be a mérkőzést, egy átszervezés következtében.